Az általunk felkeresett fogorvosi rendelő a koronavírus járvány első 2-3 hetében volt zárva, ami az összes többi fogorvosra is vonatkozott, azóta viszont működik. A záráskor 2-3 hónapra előre le voltak foglalva az időpontok, a páciensek egy része azonban a nyitás után nem mert eljönni a kezelésre, és csak mintegy 50-60%-ukat sikerült visszahívni. Úgy tapasztaltuk, hogy akik lelkiismeretesen jártak preventív kivizsgálásra, azok a COVID alatt is azért szép számmal megjelentek. Náluk nem tapasztaltunk olyan nagyobb fogászati elváltozásokat, romlásokat. Viszont van egy kisebb réteg, ugye, akik még a pandémia előtt sem igazán jártak el preventívre. Ők is ugyanúgy a pandémia alatt is ugyanúgy csak akkor jelentnek meg, ha már esetleg akut volt a probléma, fájdalmat éreztek. Általában ezek egyszerűbb fokhúzásokkal, antibiotikummal, vagy nehogy Isten, ugye a fog megnyitásával, trepanálással megoldható problémák voltak. A hátrány ugye annyi, hogy ha már valaki esetleg akut problémával, esetleg fájdalommal jelentkezik, azt a kezelés alatt sem biztos tudjuk garantálni, hogy a beavatkozás az fájdalommentesre sikerül. A preventív kivizsgálás arra jó, hogy az esetleges problémákat, mint a kezdődő romlás vagy gyulladás a legelején kiszűrje. Az Egészségügyi Minisztérium intézkedése, miszerint idén annak sem kell fizetnie a preventív vizsgálatért, aki tavaly nem volt, egyelőre nem jelentett nagy változást. Időpontot a fogorvosi rendelőkben általában valamivel későbbre lehet kapni, mint korábban, mert a járvány kitörésekor több idős fogorvos is befejezte a tevékenységét, pácienseik pedig szétoszlottak a többi fogorvosi rendelő között.